125 évvel ezelőtt született Sinka István, Kossuth díjas író, költő. A bihari pusztákról származott, Békés, Bihar és a Kőrösök vidéke volt szülő és nevelőföldje. A Fekete Bojtár, ahogy magát nevezte, a múlt század 20-as és 30-as évei nehéz sorsú Magyarországának énekese volt. Verseiben annak a rétegnek a hangja szólalt meg, amelyről Sinka előtt senkinek nem volt szava. Hősei a juhászok, a bojtárok és a pásztorok voltak. 1934-ben Kecskeméten a Katona József Társaságban szerepelt. Sánta György, illetve a mezőgazdasági középiskola vendégeként később is többször járt Kecskeméten. Itteni letelepedésre is biztatták, ez azonban nem valósult meg. Kadocsa, merre vagy című regénye 1944-ben az első kecskeméti hírlapkiadó és nyomda gondozásában jelent.